Ezreket telepítenek ki Franciaország déli részén, ahol lángra kapott az erdő. A mediterrán térségben, a rendkívüli hőségben és szárazságban hetek óta küzdenek súlyos erdőtüzekkel. Algériában 65 ember halt meg a lángokban. Ég az erdő Szibériában és Kaliforniában is. Az Egyesült Államok nyugati államaiban pedig a vízhiány miatt korlátozásokra készülnek. Már a francia rivérán is megállíthatatlanul terjednek az erdőtüzek, amelyek előtt több ezer embert evakuáltak, köztük kempingező turistákat. Sokaknak csak néhány perce maradt a távozásra. Több száz tűzoltó küzd a lángokkal Saint-Tropez közelében. 22 ember megsérült, többen közülük füstmérgezést szenvedtek. A lángok hétfő este csaptak fel az üdülő paradicsomban, és már 5000 hektáron felemésztették a növényzetet. A rekkenő hőségben gyorsan terjednek a tüzek, amelyek oltását az erős szél megnehezíti. Negyedik napja küzdenek erdőtüzekkel a spanyol tűzoltók Madridtól 120 kilométerre nyugatra. A lángok szombaton csaptak fel, amikor egy gépkocsi kigyulladt az autópályán, a lángok pedig átterjedtek a közeli erdőre. 8 falu lakosságát már a hétvégén ki kellett telepíteni. A lángok 15 ezer hektáron felperzselték a növényzetet. Ez egy világra szóló katasztrófa. Itt már majdnem minden megégett. Itt már vége az állattartásnak, mondta egy helyi lakos. A hőhullámban kiszáradt a növényzet Marokkó északi részén is, így könnyedén lángra gyúlt a növényzet. Nem csak a földközi tenger térségében tapasztalnak azonban rendkívüli hőséget és erdőtüzeket. A szibériai Jakut földön lakóházakat perzseltek fel a lángok. Mindenem oda lett, pedig volt egy emeletes házam, amit 2015-ben építettem. A garázs tavaly készült el, leégett a szauna és a konyhakert is, mondta ez a helyi lakos. Ezrek voltak kénytelenek elhagyni lakóhelyüket Észak-Kaliforniában is, ahol az elmúlt egy hónapban több mint 230 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. 1200 lakóház lett semmivé. A szolgáltató arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ezen a héten elővigyázatosságból többfelé kikapcsolják az áramot. Az Egyesült Államok nyugati részén közben vízhiány alakult ki. Emiatt októbertől egy éven át jóval kevesebb ivóvízhez juthat hozzá Arizona, Nevada és Új-Mexikó.